Szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Welcome everybody to tonight's Dharma Talk. Megköszönöm Marci gyönyörűséges bevezetőjét, amely már arról árulkodik, hogy a tudat folyamát úgy megpillantotta. És ez azért érdekes, mert ez mindenkinek rögtön tapasztalata lehet, aki úgy dönt, hogy az energiáját befelé fordítja, és elkezd látni. Ez a látás az elvezethet egy kérdés is, hogy mi ez. Elvezethet egy mantra is. Elvezethet műalkotás is az abból kinyíló tér is. Egy biztos, aki nem néz befelé, és nem látja, hogy benne mi van, és mi működik, az csak a kinti világ érzékszervi hatásai szerint éli az életét. És belül nem lát. Ezt a látást hívta a buddha vidjának. És ennek a hiányát a vidjának, azaz nem látásnak. A nem látásból lett az angol ignorance szó, amely téves nézetekké is lefordítható, de nagyon sokszor tudatlanságnak fordítják le. És ez már hiba. A tudatlanságra az egyébként logoszmániás nyugat még több tudással válaszol, még több lexikális ismerettel, még több dualisztikus nézettel, amelyeket aztán gyorsan kivetítünk a világra, és mint elmélet viszont szeretnénk látni a gyakorlatban. És nézd meg, hogy a téves nézetek tömkelege a feleslegesen felhalmozott anyag, tudat és tudás anyag formájában, újra termelő magát. Ezért lehet furcsa az, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Meghallod az első interjún azt a költeményt, hogy mi az ember útja, és hirtelen ott állsz azzal, hogy üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. És ezzel a névhez és formához ragaszkodó tudat nem tud mit kezdeni. Általában néfezés formához ragaszkodunk, abban szeretnénk meglátni valamit, az érzékszervi hatásokkal azonosítjuk magunkat, és amikor kiderül, hogy ez még sincs így, akkor kezd bomlani az önképünk és a világképünk egyaránt. Amikor zen gyakorlunk, akár úgy, mint Gandalf ott a Kazadum hídján, akár pedig úgy, ahogy Frodoék a megyében ott ültek és várták a partit, hogy jöjjön a sör, úgy is lehet akárhogy is érzed, valami megváltozik. És ez az, amikor a tudat tereki kitágul, letisztul, és ez a látás elkezd megvalósulni. Nagyon érdekes az ember. Tudunk úgy is élni, hogy, hogy ezt a látást teljesen kifejlesztjük, és tudunk úgy is élni, hogy teljesen elfeledkezünk róla. Nézd meg a zenkört. Tudunk a nullafokon is élni, tudunk a 90-en, a sok-sok tudás birodalmában, 180-on nem nagyon maradsz meg. Az a nem név és nem forma a tiszta tudat tapasztalata. A 270 már érdekesebb, mert ott transformálod a karmát, azt szeretjük. Transformáljuk a karmát, és hirtelen a düböl segítség lesz, vagy a ragaszkodásból elengedés lesz hogy a sok-sok kötöttségből szabadság lesz. De nem úgy, ahogy gondolod, ezt hallottad a bevezetőben is, nem úgy, ahogy gondolod, hanem úgy, ahogy nem gondolod. Tehát, ha nem gondolod, akkor nincs. Ha gondolod, akkor van. Úgyhogy ezért mondta a nagymesterünk, hogy ne vetíts ki semmit a világra. Ne láss bele semmit a másik emberbe, ami nincs benne. Úgy lásd embert és világot, ahogy van. De ehhez magadat is úgy kell látnod, ahogy vagy, karmástól, darmástól mindenestől. Amit magadban eltakarsz, azt a másikban sem látod. Tehát, hogyha folyamatosan a külvilágból események, kapcsolatok formájában hasonló impulzusok, bajok, balesetek érnek, akkor nézd meg, hogy mi az, amit belül nem vagy hajlandó meglátni. Nem vagy hajlandó észrevenni. És ott van a házi feladat. Kinek van kérdése bármivel kapcsolatban, legyen az zengyakorlat, templomi élet, mindennapi élet odakint, emberek, budhák, bóthiszatvák, mágusok, stb. Én nem, nem is tudom, hogy meg lehet-e ezt kérdezni, de. Szerintem nem igen, elmondom. mert már kigondoltad úgy, hogy. akkor meg lehet? <síns> Körülbelül másfél éve kezdtem el a videókat hallgatni. Ó, nagyon az elején, nagyon intenzíven, szinte minden nap egyet, és aztán az utóbbi időben engem ez elszomorít, az van, hogy mikor nézem a videókat, akkor felett, ha megbírok nézni egyszerre, úgy érzem elfáradok, tehát hogy, hogy nem bírom hát fel. fárasztó is hallod. De... Megcsinálni is, hallgatni is. Hát nem egy könnyű kenyér. De, de az elején meg nem fárasztott, sőt, lelkesített. Ugye jó. Tehát meddig, meddig vagy képes olvasgatni a turmixgép használati utasítását? Hát nem sokáig. Ott a gyümölcs, szomjas a család, gyorsan belehajigáljuk, és elkezdünk turmixolni, akkor már nem kell a használati utasítás annyira. Teljesen természetes, hogy azt a hiányt, ami a tudatban van, intellektuális struktúrákkal gyorsan feltöltjük, kialakul valami kép, valami tett erő is járul hozzá, és akkor aztán elkezdünk cselekedni. És egyre kevesebb kell azokból a digitálisra hűtött tanulmányokból, amelyek ugye bárhol, bármikor fogyaszthatóak a kultúránk és civilizációnk segítségével, de valójában nem érnek sokat. Valójában azért valamit, hogy közösen gyakorlunk. Meg azt, hogy bejössz darma küzdeni. Azért valamit. Az összes többi használati utasítás, meg egy kis betekintés. A buddha tanításról azt mondta, hogy egy olyan tutaj, amely át a folyó egyik partjálóra a másikra. És hogyha már átjutottál a túlpartra, akkor már nem kell cipelni a tutajt a hátadon. Mész tovább. Úgyhogy teljesen természetes dolog ez, Néha, néha, ha már úgy érzed, hogy tudok újat mondani, akkor hallgass bele még egyszer. Egy kicsit úgy érzem, hogy egy adott ponton, mikor már elérkeztem oda, hogy nekem semmire sincs szükségem abból, ami eddig volt, de semmire. Még jönnek vissza ilyen szokott, nem tudom, rögeszmék vagy micsodák, és bízom benne, hogy elmennek. De az az én bajom, hogy egy kicsit olyan, mintha vaktában utaznék. Mert ezt nem úgy látom, mint néhány más műfajban, hogy van egy elképzelt idea és annak formájára megpróbáljuk felépíteni magunkat, és akkor olyanok leszünk. Hát képzeld el ezt, hogyha itt le megpróbálnánk lemásolni. Hát bajunk is lenne belőle. Mindenki üvegszából lenne egy idő után. Oké. Okay. Meg műanyag. Hát... <laughs> Jó, én nem erre gondoltam. De egy kicsit olyan, tehát még, még úgy gyomoridegem is van tőle, meg reszketek is, hogy abszolút nem látok belé. Tehát egy ilyen vak, elindulok egy, mintha vakon utaznék egy, vagy, vagy egy, mintha nem látom a, nem, nem, látok belé egyszerűen. Nagyon jó. Ugyanis ez megtanít valamire. Tehát ahelyett, hogy vakon utaznál, kinyílt szemmel nem menj sehova. Tehát amikor ezt érzed, nyisd ki a szemed, és állj meg. Az eredetileg nem megy sehova. Itt ezt a pillanatot száz százalékig éljük meg. Ebben a pillanatban láss tisztán, haj tisztán, érez, gondolkodj, beszélj, cselekedj tisztán, és minden rendben van, nem kell sehova sem menni. Mentél már nagyon sok helyre, látod, mi lett belőle. Most maradjál itt. Elég az. Nyitott szemmel maradjál nem kell becsukott szemmel utazni sehova. Jó? Igen, de félelmetes, mert nem tudom elképzelni, hogy így mi lesz belőlem. Hát azt kéne, hogy képzelet nélkül legyél igazi önvalód. Mert ha elképzeled, az félelmetes, mert soha nem fog megvalósulni. De a képzelő, ha nem képzel, magyarul, ha igazi önvalódat tapasztalod önképalkotás nélkül, na, az az igazi, akkor tényleg kék az ég. Tehát igazi önvalód megtalálása az az önképed elfelejtése. És akkor hallod a madácsi csergését. Ugye? Igen. Nagyszerű. Következő kérdés. Én az enkörrel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy én amikor először hallottam az enkörről, akkor hát az nem olyan régen volt, elkezdtem figyelni a saját tapasztalataimat, a saját életemet, hogy ez a zenkör, ez ugye az én életemben hova vetül, hogy látszik, hogyan tudom értelmezni, és azon kaptam magamat, hogy előfordul, hogy akár egy napon belül ez a zenkör elkezd változni. Tehát van, amikor nullám van, és van, amikor fölugrik akárhány fokra, tehát az a kérdésem lényege, hogy ez vajon másoknál is valós -e, vagy mások is figyelték -e ezt meg, vagy ez egyáltalán ezzel mit lehet kezdeni, hogy ez a zenkör, ez folyton változik, folyton változik. Jó, persze nem akarjuk, hogy olyan nagyon megállapodjon, de hogy ezzel hogyan lehet bánni, vagy ez... Azért ez, hogy változik tud a zenkör, mert ragaszkodsz a gondolkodásodhoz. Eredetileg nincs zenkör, de a gondolkodásod megteremti, sőt, projektál bele tartalmakat is. Tehát jelenleg az zenkör nem hasznos neked. Jelenleg az hasznos, hogyha a tantienbe visszaviszel minden energiát, és innen, ebből a nagyon-nagyon elfoglalt krániumból kivezéled azt a sok-sok impulzust, ami ezt a tűzjátékot legyártja. És azért jó a templomi környezet, mert egyrészt boldog vagy, mert egészséges ételeket eszünk. Mester szakács nő és szakács előadásában. Egy. Kettő. Mindenki barátságos, még akkor is, ha nem mosolyog állandóan. Harmadik. Csivitelnek a madarak, és tavasz van. Tehát ezek a tények sokkal jobbak, mint amikor struktúrákat gyártunk, és a zen, ugye, ad neked némi fogódzót, mert azért valami tan csak van benne, de hogyha ezekre a gondolkodásod rávető, akkor használhatatlanná válik. Tehát azzal foglalkoz, amit itt most látsz, hallasz, tapintasz, érintesz, és a többi, és így tapasztalj meg egy olyan tiszta tudatot, amely, mint a tér, mint a tükör, eredetileg semmi sincs benne. Hatodik pátriákát ezért tiszteljük, és vagyunk neki hálásak, hogy hej, nünk szunyim, Korea jó, Huyneng kinajul, felírta, vagy feliratta, még akkor, amikor nem tudott írni, a kolostornak a falára, hogy eredetileg semmi sincs, köszönjük szépen. Ugyanis, ha ezt nem tette volna, akkor a karmánkban járnánk körbe-körbe, és a saját balrogunkkal állandóan paroláznánk lent a tóvizében, és egyszer mi szúrjuk le őt, egyszer meg ő ránt le minket a hídról, és ezt így ad infinitumit szépen körbe-körbe. Hát ez az, amire nincs szükség. És amíg a gondolkodásod szépen körben forog, addig az enstruktúrái ennek részét képzik, és így használhatatlanok. Tehát érd el azt a pontot, amikor eredetileg semmi sincs. Akkor elkezd működni az enkör. Előtte nem. Kérdezném, hogy <kül> szoktunk szutrázni, matrázni, meg daránizni, van különbség köztük, vagy ez mit jelentenek ezek a... Csak énekelj, én nem kell különitten különbséget tenni. Én meg szeretnélek kérdezni a, az ítéletek és a reakciók vagy válaszokkal kapcsolatban. Sokszor találkozom az életben azzal, hogy kapok egy ítéletet, lehet ez jó is, lehet rossz is. Tehát nem feltétlenül kell negatív skatujának lennie, csak mégis egy, egy, behatároltságnak érzem, amibe nem akarok beleférni, és nem tudom, hogy hogy adhatnék helyes választ, úgyhogy hogy az igazságot adjam. először itt lakcímkártyát légy szíves. Megnézzük a területileg illetékes bíróságot. Választunk egy jó ügyvédet, és akkor az ítéletekkel elkezdünk foglalkozni. Mielőtt jogerőre emelkednének. Szerintem te nem erre gondoltál? Mire gondoltál? Sokkal jobb. Amikor az ítélet érzete kialakul benned, akkor mire gondolsz? Akkor teremted újra azt az önképet, amit aztán mások megítélnek. Tehát az ítéletalkotás az egy nagyon érdekes folyamat, mert elindul valakitől vagy valakiktől, és te azt elfogadod úgy, hogy magadra érvényesnek érzed. A javaslatom pedig az, hogy a megkülönböztető bölcsesség gyakorlása legyen az ítélkezés helyén. Még akkor is, ha mások ítélnek feletted. Tehát, uram, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez egy nagyon-nagyon gyönyörű mondat. Te tudod, hogy mit gondolsz? Te tudod, hogy mit cselekszel? Te tudod, hogy valójában ki vagy? Mert hogyha nem, akkor az ítéletek érvényesek lesznek rád. Akkor te magadra veszed őket, és azonosulsz velük, és tudod miért? Ez a legszebb. Mert erősebbek, mint te. Tehát erősebbek, mint a tiszta tudatod, és ezért érvényesnek fogadod el ezeket magadra. Tehát ha úgy átmennének rajtad, mint üres téren a rovar, akkor nincs hova lecsapódniuk, nincs felület, nincs önkép, nincs olyan énség, amely ezt magára vehetné. Tudsz harcolni a levegővel? Senki nem tud vele harcolni. Oké? Okay? Tehát ne adj felületet ezeknek. Ne légy énség előtt. Maradjak csendben? Nem. Ismert fel a helyzetet, teremts helyesen kapcsolatot, és cselekedj megfelelően. Ez néha azt jelenti, hogy csöndben maradsz, vagy pedig szólsz keveset, esetleg többet. Nagyon fontos, hogy belül nézd meg, hogy milyen érzelmeket tud belőled kihozni ez a helyzet, amikor büszkeség és balítélet látszólagos áldozata vagy. Az nem te vagy, az a rólad alkotott kép. Azt nyugodtan elengedheted, azt nyugodtan föl lehet áldozni. Nézd meg az okot és az okozatot, hogy valójában mi történt a személyiség és az élet, ugye négy nagy csatornáján, a szóbeliség, a gondolatiság, az érzelmek és a tettek szintjén valójában mi történt. És ekkora megkülönböztető bölcsesség az lesz az uralkodó az ítéletalkotás helyett. Tehát a hetedik tudatra, a manaszra mindenképpen szükségünk van. Az elsőt az öt fizikai érzékszerv, hatodik a fogalomalkotó, hetedik a megkülönböztető, nyolcadik az emlékező vagy tudat. Na most, ha nem lenne a hetedik, akkor nagyon nagy gondban lennénk. Nem tudnánk például megkülönböztetni a vizet a teától, a mérget a gyógyszertől, a barátot az ellenségtől, ezeket nem tudnánk megtenni. És nem tudnánk azt mondani, hogy ez én vagyok, ők pedig ők saját maguk. Amikor ez a megkülönböztető tudatosság egy kicsikét túlvezérlődik, akkor elkezdünk ítélni. Akkor hirtelen ilyen címkéket dobunk magunkra és másokra. Hirtelen jó meg rossz lesz valaki, vagy valami. És akkor ebből hatalmas kabzsiság, dű és egyebek szoktak kikerekedni, és akkor az identitások, amelyek már nem látják öntermészetüket, azok elkezdenek harcolni egymással. Belépnek a túlélő birtokló és szaporodó ösztönök, és letarolják a világot. És ha visszamész ennek a gyökereiig, már a helyes megkülönböztetés, a diszkrimináció nélküli helyes látás már elég lenne, hogy az ég kék, a fű zöld, de ettől az ég nem lesz jó, és a fű nem lesz rossz és innentől kezdve lehetne valamit tényleg kezdeni a, az itten élettel. Tehát ebből a Földből pontosan azt csinálunk, amilyen a tudatminőségünk. Ezért egy elképesztően kemény hely, mert mindig megfelelő visszajelzést ad. A Föld nem egy jó vagy rossz hely. A mi tudatunk valamilyen. És hogyha ja. ezt csináljuk egymással és a Földdel, akkor nézd meg az eredményt, ha valami mást követünk el a Földdel és egymással, akkor meg más lesz az eredmény. És akkor látod azt, hogy sem áldozat, sem sértődés, sem balsors, ezek eredetileg nem léteznek, ezekben részt veszünk. És hogyha nem veszel benne részt, akkor azok megszűnnek. Tehát erős központ, tisztánlátás, helyes helyzetfelismerés, korrekt kapcsolatteremtés, megfelelő cselekvés. És akkor rendben van. Jó? A szeretetről és a ragaszkodásról szeretnék kérdezni. Öm, még méghozzá arról, hogy hogyan tudjuk elérni vagy megvalósítani azt, hogy a szeretet ne váljon ragaszkodássá. Nagy munka. Jaj, de nagy munka te. Lehetséges -e ez egyáltalán a mi életünkben? Átfuthat -e egy üstökös az éjszakai égen. Ugye, hogy átfuthat? Csak észre kell venni. Tehát van módja, csak észre kell venni, és azt, hogy az érzékszervi kötöttség ne váljon ragaszkodásá, hogy a megszokottságból ne legyen ragaszkodás, hogy a lojalitás és önzetlenség megmaradjon a hosszú távú együttélésben, ez elképesztő gyakorlat. Igen, lehet. Csak nem hiszem, hogy egy komoly belső művelődés és egy, azt mondom, tudattisztító gyakorlat, sor nélkül ez hosszú távon menne. És nagyon-nagyon komoly példák azok a tiszteletre méltó idős párok, akik 40-50-60 év házasság után végigmennek az utcán. És ott van az arcukon a leélt sok-sok évtized, a gyémánt, a rubint, a stb. És ott van a karma az arcukon, kettejük közt, ahogy mennek, ahogy nem is kell egymásra nézni, mert teljes lelki szimbiózisban vannak és voltak az azt megelőző 40-50-60 évben. És ott van rajtuk az, amit leéltek egymással, amit dolgoztak egymáson, és minden tiszteletet megérdemel, aki ezt így a másikkal végigcsinálja. De hogy milyen eredményt értek el, az is ott van. Hogy már csak kibírja, vagy naponta veszekszik, de anélkül se tudna élni, hogy az, hogy egy ilyen teljesen megnemesedett, szatvikus, gyönyörű fény veszi őket körül, és ezt is lehet látni, csak ez meg ritkább. Úgyhogy az eredmény ott van, és nagyon jól lehet látni, és ezért az, hogy a kapcsolat milyen irányba megy, ugye azt még fiatalon, meg a gyermekvállalás környékén érdemes jól belőni, miért jönnek a gyerekek, akkor itt turbóra kapcsol minden. Tehát úgy elröpül húsz év, pak! És hirtelen ott állsz, hogy jaj, hát akkor ötvenek lettünk, gyerekek elmentek valahova a középiskolára, egyetemre kirepültek, na, én mit kezdjek veled? Te De... 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 meg ki vagy. És akkor, és akkor meg ezzel kell megküzdeni. Nagyon nagy munka az, hogy a középúton tartsa a pára kapcsolatot, most a rokosságról nem is beszélek, az egy külön meló. De az, hogy csak maguk szűrt családi körében az a középút megvalósuljon, és egyik szélsőség se legyen, hogy ne legyen közömbös, és ne legyen ez az állandó ugye, megszokás. Legyen szeretet, de ne legyen ragaszkodás. Legyen lojalitás, de ne legyen bezártság. Ugye hihetetlen érdekes tréning ez, és ezért ha ezt így fogjuk fel, hogy ennek léleknemesítő hatása lett, akkor már nem csak azt néz, hogy jaj, túl kell élni a következő tíz évet. Atya is. És hogyha a családtagjainkra gondolunk, azért jutott ez eszembe, hogy hallottuk a bevezetőben, hogy mennyire nehéz egy szülőt elveszíteni. És ez a fajta ragaszkodás, Pontosan erre gondolok, hogy én nagyon szeretem a szüleimet, és mennyire megviselne, ha elveszíteném őket, és tudom, hogy mennyire meg fog viselni, amikor majd elveszítem őket. Hogy itt, itt is van egy ilyen, hogy szeretet és ragaszkodás. És hogy tudatában leszek-e annak, hogy amikor el kell őket engedni, akkor viszonylag könnyű lélekkel és tiszta szívvel el tudom őket engedni, és utána nem fog ez nagyon-nagyon megviselni. Ez az a helyzet, hogy nagyon keveset tudsz előre dolgozni. Tehát fel kell készülni arra, hogy a nem tudható, vagy eddig nem ismert lelkiállapot be fog állni. Az oldásnak, vagy az elengedésnek több fázisa és folyamata van, de amíg egy térben, egy időben, közös karmikus kötelékben vagyunk, ezeknek a nagy részét nem lehet gyakorolni olyat tudsz tenni, hogy a házi feladatot csökkented. Tehát amit meg kell beszélni, azt megbeszéljük. A közös élményeket megpróbáljuk helyre tenni. És van három nagy zsák, az egyik a köszönöm, a másik a bocsánat, és a harmadik, amit szinte nem lehet gyakorolni, az pedig a viszontlátásra. De a köszönömöt és a bocsánatot azt igen. És valahol ez harmonizálja a kapcsolatot, hogy a nagy részét a múltnak sikerült körbezárni, körbefoglalni. És ez szépen a szeretet tekercselt valóságában ottan szépen rezdül. És ezt ki lehet tisztogatni, és meg lehet csinálni egy csomó kapcsolattal, szülőkkel is, társakkal, voltársakkal, stb. Ez a mi munkánk, és nem is kevés, mert nem csak magunkért jövünk ide le és egyáltalán nem mindegy, hogy hova és kihez. Marci bevezetője ö, eszembe jutott egy saját ö, élményt, tapasztalatot, miszerint jó pár évvel ezelőtt ö, én is édesapámat elvesztettem. Ö, három évnyi gondos ápolás után, és hát ö, kitartóan ö, küzdött a betegség ellen. Ö, nem ő nyert, sajnos, Viszont azt szeretném kérdezni, hogy az utolsó hétben bekerült a kórházba, és kómába esett, és hát előtte mi már mindent megbeszéltünk, amit úgy vele lehetett, viszont én ott elbúcsúztam, és jó utat kívántam. A kérdésem az lenne, hogy ő ezt hallotta, vagy sem. Talán te megtetted, és hogy ő hallotta -e vagy sem, az teljesen az ő tapasztalatától függ. Azt rajta kívül senki nem tudja. Az a fontos, hogy te megtetted ezt. És senki nem nyer a betegség, az öregség és a halál ellen. De milyen halált halunk? Tehát régi természeti népeknél, bizonyos kultúráknál, ahol sokkal gyakoribb volt a halál, és sokkal közvetlenebb volt, nem dugták el, nem sterilizálták, nem féltek tőle, nem abstrahálták, se semmi ilyesmi nem volt. Nem az volt a kérdés, hogy meghal-e vagy sem, hiszen nagyon gyakran a vadászat, a harc, a vándorlás, az egyebek közben ez megesett. Hanem az, hogy milyen halált halt. És akkor visszajöttek a harctéről, és azt mondták, hogy igen, elvesztettük, de hősi halált halt, vagy helyesen halt meg. Nyitott szemmel ment a halál elé, és nem félt. Nem próbálta meg elkerülni, nem keresett kiutat, hanem így egyenesen. Úgyhogy ez mindegyikünknek a lehetőségei közé tartozik, hogy szembenézzen vele. És ne rohanjon el, úgyse tud. És egy idő után már harcolni sem, mert a test megöregszik, a lélekenergia elfogy, akkor már csak a látás marad. Ha kifejlesztetted, ha nem, akkor maradnak a projekciók, a félelmek az önkép, a halálkép, a stb. Akkor dől ám el, hogy mit csináltál abban az, az életben. Az egy tagadhatatlan pillanat. Megmásíthatatlan, tehát vagy szembenézel vele, vagy nem. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy ebben az életben korábbi életeknek a tapasztalata késztetésként érezhetőe, illetve vannak-e olyan korábbi fogadalmak, ígéretek, amik átszivároghatnak ebbe az életedbe, meg hatnak a döntéseidre, meg a választásaidra. Amit önazonosságként az előző életekből magaddal hoztál, az természetesen érződik. Ezek a ugye, tudattalan tartalmak, nyugatiul arhetipusok és egyebek, ezeket nem ebben az életben gyártottad le, hanem amikor a hetes és nyolcas tudat együtt megszületik, ez a lélek, fölveszi a testet, akkor azok a tartalmak, amelyek oda, oda elraktároztattak a korábbi életek azonosulásai nyomán, azok szépen elkezdenek megmutatkozni. Már abban megmutatkozik, hogy mikor, hova, kihez, milyen körülmények közé születtél, hiszen ott folytatod, ahol abba hagytad. Nagyon fontos az, hogy egyetlen egy Atomia sem állandó, önmagában létező a nyolc tudatszintnek, tehát látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, fogalmi gondolkodás, megkülönböztetés, emlékezés. Ez mind mulandó, feltételhez kötött, és tökéletlen, tehát befejezetlen. Ez azt jelenti, hogy sem az emlékeid, sem a megkülönböztetéseid, és így az önképed nem abszolút értékű az, ami mindezt látja, ami nem név, nem forma, nem személy, nem világ, nem születik, nem hal meg, és a többi, és csak ebben a pillanatban tapasztalhatod, ha elvágtad a dualisztikus tudatfolyamatokat, az nem része ennek a nyolcnak, hanem látja mindezt. Csak azt hozhatod ide, amit még az identitás cipelsz. Semmi mást. És az élet első 17-18 éve azzal telik, hogy ismétled a korábbi azonosság rétegeknek a tapasztalatait. A legelső nagy tapasztalás maga a születés. Természetes, hogy a korábbi tapasztalataink hatnak ránk. És az első nagy felébredés az, hogy hát én nem ez a személy akarok lenni. Én ezen a személyen szeretnék tudatosan dolgozni, hogy valaki más legyek, mint ami a korábbi tetteimből, karmámból következik. Na ekkor kezdődik a munka akkor látod azt, hogyha azonosulsz a nyolc tudatszint bármely tartalmával, az énné válik, én ön önazonosságá válik, ahol megszünteted a duális viszonyt, főleg az ítéletalkotó viszonyt, azonnyomban az azonosság szépen leoldódik és leválik. Ezért nincs fix én. Hát ez az Anattá egyik nagyon komoly jelentése, amit Sákja Muni tanított önmagában abszolút létben nincs én. Oké? Okay? És ez hihetetlen fontos, hiszen ez az egyetlen egy megszabadulás az összes traumától, hogy eredetileg nem vagy azonos vele. Eredetileg nem vagy azonos az összes korábbi életet tapasztalatával sem, csak valamiért megkötötted a megkülönböztető ítéletalkotó én csináló tudattal. A manasznak van egy ilyen neve is, hogy én csináló. Mert itt hozod létre az én képet. De olyan korán és olyan gyakran csináltuk, hogy teljesen megszokottnak tűnik. Fel se fognák, hogy eredetileg az nincs. És a meditációnak van egy olyan mellékhatása többek közt, hogy látod, hogy hogyan csinálod pillanatról pillanatra. Hogyan alkotod újra az önképedet pillanatról pillanatra. És ez egy teljesen normális folyamat, ez nincs semmi baj. De milyen ént építesz föl? Milyen személyiséget csinálsz magadból? Milyen tetteket, gondolatokat, érzelmeket, egyebeket engedsz meg magadnak, amelyeknek a következménye óhatatlanul veled lesz? Mivé válsz az életed során? Mivé válsz a halálod során? Úgyhogy természetes, hogy velünk vannak, de ezekkel nem vagyunk azonosak. Ha jól viszonyulsz hozzá, akkor ez a nyersanyag, ez a tüzelő, ami hajtja a mozdonyt, ha nem, akkor ez lesz a teher, amit állandóan húzni kell. És képzeld el, hogy valaki rájön, hogy azt a szenet, amit visznek a sok-sok teherkocsiban, ezt be lehet rakni a mozdony, meg gőzmozdony, és akkor fűtünk vele. Mások meg nem jönnek rá, és kötéllen húzzák a mozdonyt, és az összes teherkocsit a pályán. Nem mindegy. Én azt szeretném megkérdezni, hogy otthon valamikor, mikor ugye négyesben meditáltunk ugye barátokkal, ugye hát van egy kis cicánk, aki már nem olyan kicsi, ilyen fél éves, és ugye míg meditáltunk, ő ott mászkált egy darabig, és akkor volt egy olyan pillanat, amikor ugye a szemem sarkából ére, olyan volt, mintha ott lett volna, meg mintha még láttam is volna, de amikor hátrafordultam, ő olyan mélyen aludt mögöttem, hogy csak, na. Zen <laughs> <laughs> és hogy tényleg érzékelhettem -e esetleg az ő jelenlétét, vagy csak beképzeltem magamnak, hogy ott van. Hát engedd be még egyszer a macskát, és teszteld le még egyszer, hogy mi történik. Biztos vagyok benne, hogy egy idő után úgy el fog aludni, egyébként érzik itt a humán frekiket nagyon komolyan, és amikor te megnyugszol, akkor a macska is megnyugszik. Egy, egyébként az ilyen szuperintelligens macskák, mely is, hogy rád néz, <laughs> és egy kicsit ott körbe megy, elfoglalja a helyét a térben ott, ahol a legjobb neki éppen, és hogyha te nyugtom, vagy, akkor szépen összegömbödik, elaszik. Ha olyan rezdüléseket bocsátasz ki, hogy azt összehet, akkor oda megy hozzád, és így oda és akkor ott alszik az öletben. Nagyon jó. Tessék tovább meditálni macskástól. Szoktam, volt olyan, hogy a fejem tetejére mászott sálként, és alig tudtam ülni tőle. Hosszabb ideje gyakorló Százent, és visszatérően jelenik meg egy, egy megoldásra váró dolog, hogy keletkezik bennem, észreveszem egy ismeretlen eredetű félelem, vagy igen félelemnek mondanám, valamitől, nem tudom mitől, és akkor olyankor olyan tüneteket produkálok testi szinten, hogy szinte képtelenség, hogy ülni tudjak tovább. És ez ez mondjuk, hát igazából évek óta tart, hogy ilyenkor mi a megoldás, vagy mit kéne csinálni. Nem fogom megmondani. Ugyanis akkor elveszted a motivációt, hogy zen gyakorolj, mi pedig nagyon sokáig szeretnénk téged itt üdvözölni a templomban. Mert hogy ez egy. Te Na, lesz... tessék, harcolni egy kicsikét. Ilyenkor azt szokta mondani az igazi zen tanítvány, hogy ha nem mondod meg, akkor tényleg nem jövök. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy az ember érje el a céljait. Tehát, ha az a célod, hogy a félelem forrását megpillantsd, akkor egyrészt lásd be, hogy a karma eddigi tanulmányai szerint nincs olyan, hogy ismeretlen eredetű, csak olyan van, hogy még nem láttad, hogy honnan jön. Igen. Hát akkor fogod magad, és szembeülsz a félelemmel, és megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. Nevet de ez nem vicc, főleg amikor szembeülsz vele, és itt az ezer csápjával és a különböző pallossaival ottan fenyeget a saját korábbi kivetítésed, eléd jön egy ilyen önálló kis negatív avatár formájában, és le akar téged kaszabolni, vagy megenni, vagy megfélemlíteni, megfagyasztani, megölni. Tehát a félelemnek nagyon sokféle működése van. Tehát ránézel, és megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És akkor valami változik. Legalább az ismeretlen eredet megszűnik, és egy újabb arcát mutatja meg. És akkor arra is, mi ez, honnan jön? Ez igaz arra is, hogyha. Én vizuálisan ezt nem látom. csak nehogy vizuál... érzet... Úristen, az rosszabb, te? Ja, rosszabb. Az érzet elég, most nehogy vizualizáljad még hozzá, azt a hollywoodiak ne. megcsinálják neked. Nem kell külön vizualizálni, nem erről szól, hát az érzetet veszed elő. Igen, nem. Igen, nem. Tehát... Ne csinálj a fényképet belőle, mert nem. rádugrik, tehát nem. Nem az, az mm. nem, olyan. nem csinálod, de, de nem is jelenik meg, csak az érzet jön, hogy... Az a jó, az, az, az a jó igen. kis, gyomorforgató, savanyú, keserű, igen, az égető, hámitató. és itt, itt gyomorszájon, ah, oh, te, az milyen tud lenni. Igen. Igazi humán koktél. Tehát, leviszed ember, nem tartod egy gyomorszáj nem, mert akkor az összes vas vasárnapi ebéd kijön, és ez nem Most jó. Példa. Tehát ide szépen leviszed tantiembe, ott nyugtatjuk a tudatot, ott nincs semmiféle létfontosságú szerv. Viszont energiaközpont van. Tehát tessék a fémhulladékot a méhbe visszavinni. Most már hulladékudvar, vagy hogy híják. fémfeldolgozó. És itt szépen vissza tudod vinni arra a helyre, ahonnan az energiája vétetett. És vissza tudod forgatni. Viszont ha az információt nem veszed ki belőle, magyarul az azonosulást benne hagyod, akkor újra fogja termelni magát. Tehát nézd meg, hogy mi ez, honnan jön. És egyszer csak, ugye beindul ez a sok-sok alakváltás, mint ugye újabb és újabb bőröket, rétegeket, azonosságokat húznál le erről a jelenségről, és az utolsó arc után semmi nem marad. Ez nagyon érdekes. És ezt türelem kell, bátorság kell, némi hit, ami a meditációs tapasztalat eddigi eredményein alapszik, és akkor meg tudod csinálni. Tehát nem rohanunk, mert akkor utolérés felfal, nem harcolunk, mert úgyis erősebb, mint te. Tehát nem harcolsz. Nem menekülsz, szembeülsz. És kész. És miután a tiszta tükörszerű kérdés, miután a tiszta tükörszerű tudat a kérdéssel távol tartotta, de a látás megmarad, kiveszed az energiát belőle, és atomjaira hullik és eltűnik. Régen, a klasszikus kínai időszakban volt ö, két hadsereg, és bizony az egyik tábornok az Mágus volt, és tudott nagyon komolyan teremteni, úgyhogy ezt a többi katona, több tízezer ember el is hitte, annyira erős volt a tudata. És a falleveleket felruházta olyan tulajdonságokkal, hogyha ilyen tüzes nyilak jönnének a levegőből. És ezt a hatalmas szelet, a levelekkel, amelyek tüzes nyilakként viselkedtek az ellenséges sereg tudata felé, elküldt, és akik ezt elhitték, azokat a tüzes nyilak szépen átfúrták és megölték, viszont a másik hadsereg tábornoka tudta, hogy mire képes a ellenoldal tábornoka, és egy ilyen hatalmas üveggömböt tétetett fel egy állványra, és azt mondta, hogy mindenki nézze ezt az üveggömböt, és semmi mást azon kívül tartsa tisztán a tudatát aki az üveggömbről levette a tekintetét, az meghalt. Mert elhitte azt a sok-sok érzékszervi hatást, ami érte, és akkor végjátszott azt a játékot, amit a másik sereg a szépen elkezdett. Aki az üveggömbre nézett végig, az csak egy ilyen elzugó falevelek így átmentek a térben, és hogyha nem vette le a tekintetét, akkor életben maradt. Úgyhogy így megy ez, kérem szépen. Nehogy a pillanatból elmozdulj, Kimozdulsz a múltba, a múlt megöl. Kimozdulsz a jövőbe, a jövő megöl. Kimozdulsz egy képzetes, kivetített jelenbe, az meg aztán végképp megöl. Maradj a pillanatban, fogd fel tisztán, Vet ki az információt és az energiát belőle, és semmi nem marad belőle. Kész. Egyéb kérdés. Én azt szeretném megkérdezni a késztetésekkel, meg a tehetséggel kapcsolatban, ugye említetted, hogy legyártunk éneket, állandóan gyártjuk az éneket magunknak. De mi van akkor, hogyha ez azért a szakmáddal, meg a pályáddal, meg az egész munkáddal kapcsolatos én. Tehát úgy nem tudsz igazán jól dolgozni, hogyha nem azonosulsz azzal, hogy mondjuk tervezőmérnök vagy, vagy táncos vagy, vagy festő vagy. Tehát, hogy ebbe szeretnék jobban tisztán látni, hogy ez az én gerjesztő folyamat, ez valóban végezd a munkád vagy a kreatív tevékenységet száz százalékig, ajánd, ajánd föl másnak, és utána lépj hátra. Tehát ez nagyon fontos, hogy válj egy éve le száz százalékig, de amikor vége a munkának, ajánd föl másnak, lépj hátra, és többet ne azonosulj vele. Egyéb kérdés. Köszönöm. Mi a buddha természet? Honnan jön a kérdésed? belőlem. Mi mondja azt, hogy belőlem? Jó maga. Amikor a belőlem és a jó maga megtalálja azt a forrást, ahonnan jön, akkor megtalálod a buddha természetet is. Utunkon a tanítás szerint segítünk minden lény, minden szenvedő lényt. De mi van akkor, ha olyan hely, és olyan bonyolult uh, élethelyzetek vannak. Mi van akkor, ha uh, egy élethelyzetben két szenvedő lény nyel találkozunk, akik uh, egymástól szenvednek leginkább, és bármelyiknek segítek, akkor most már egy per mondom, tehát bármelyiknek segítek, az elválasztó hatamásik uh, hat a másik felé. Tehát akkor akkor ő már, már nem akar segítséget kapni. Na most melyiknek segítek? Hogy tudom én megítélni, hogy ki szenved jobban? Mindkettőnek nem lehet, azt a helyzetem engedi meg. Minden embernek van valamilyen nyitható rész a tudatában, valami, amin keresztül tudsz kommunikálni vele. Tehát ha a racionális gondolkodással közeledsz ehhez a látszólag megoldhatatlan ugye, feladathoz, akkor mindig plusz és mínusz lesz, hogy az egyiknek tudsz segíteni, a másiknak nem. Tedd félre ezt az egész célzó berendezést, ezt az egész racionális elemző gondolkodást, csak az legyen, hogy hogyan tudok segíteni. És ne gondolj hozzá semmit. És ahogy megjelenik a lehetőség, segíts. Hogy az egyiknek, vagy a másiknak segítettél, vagy mindkettőnek segítettél, ezt ne gondold hozzá. Csak segíts. És akkor működni fog? Jó. Nem igazán tudok hinni az akaratban, de um, mármint, egy, hogy, hogy én irányítanék annyira tudatos, tehát hogy igen, irányítanék dolgokat, de de a meditáció folyamán um, volt néhány olyan pont, amikor elkezdtek nagyon tühíteni már a gondolataim. Nagyon jó. És um, hát tulajdonképpen iszonyatosan agresszívvá váltam belül. Vajon mit a? -e? Fogd meg ezt? Miért? Honnan jött az az agresszió? Hát valószínűleg ez ugyanaz az energia, ami maga, tehát átfordult a, gondolatenergiája energiája átfordult. elfolytott akarat átfordult agresszióba. Hm. Úgyhogy vigyázzunk. Hát nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt most értem. Nem érteni kell ezt, hanem látni. Tehát ez úgy megy, hogyha te nagyon-nagyon ki akarod venni az akaratot az életből, akkor az másképp nem megy csak elfolytással. Ehelyett a zentanítás azt mondja, hogy nézd meg az akarat irányát, határozd meg helyesen ezt az irányt, és akarját te nyugodtan. De nem mindegy, hogy mit és hogyan. Tehát amíg az életerő működik benned, amíg ez a nagyon-nagyon erős három ösztöncsoport, hogy túlélés, szaporodás, birtoklás működik bennünk, nem lehet az akaratot elvitatni az embertől. De tudsz-e helyben maradni azzal az akarattal egy kicsit? Nem folytod el, csak éppen nem vetített ki senkire, meg semmire. Ez a zéró akaratvektor. Nem szűnik meg, csak nem csinál éppen semmit. Ezért van az, hogy ha jól csinálod az meditációt, nagyon jó tett erővel és akarat erővel mész ki, de egy teljesen új szokásrendszerrel nem úgy akarsz, ahogy korábban. Nem azt akarod, amit korábban esetleg. És akkor meg tudod változtatni az akarat irányát. És az irányvétel minden. Szándék, motiváció, irányvétel. A mélyén ez a három ugyanaz. Tehát ne vedd el az akaratot, mert élőhalottak leszünk. Oké? Okay? Köszönöm. Én a fájdalommal kapcsolatban szeretnék. Kérdezni? De. Jaj! <laughs> Igen. Nagyon fáj. Biztos, Igen. hogy meg akarod kérdezni? Igen. Kínzó. Igen. <laughs> Borzasztó. Ezt hallottuk, hogy a lelki fájdalomtól el tudunk úgy távolodni, mintha nem mi lennénk a főszereplői ennek a történetnek. Vannak testi fájdalmaink is. Vannak olyanok, amik elmúlnak, vagy ilyen állandó, tehát nem állandó jellegűek, feljönnek, vagy fel akár a meditáció alatt is. Jönnek, mennek. És vannak olyanok, amik, amik talán állandóak. Nem tudjuk. Az érdekelne, ami állandó. Aha, jó, nincs. Az olyan, milyen? Nincs olyan, hogy állandó. Hát, én, 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 én én azt köszönöm, szeretném, ami állandó. Tudod miért? Előjelet váltasz, és akkor örök öröm lesz belőle? Jól hangzik. Hát hangzani, lehet, hogy jól hangzik, <laughs> de mutas nekem egy ilyet. Ami állandó. Uh -huh. Ő sem. A testtel együtt elmúlik? Uh, egy idő után, igen. Igen, hát akkor nem állandó. Akkor nem, nem, nem állandó. Akkor megegyeztünk. Jó. És nem a, és a, és a csalódás tudatában örömet lelünk, hogy állandót szerettünk volna, hogy ennél nem. is jobban fájjon, és nem fog, mert nem állandó. Nem, nem szeretnénk állandót semmiképpen. Azt szeretném megkérdezni, hogy hát hogy találkozok olyan emberekkel, akik ezzel annyira azonosulnak, hogy, hogy csak, csak, csak ez a fizikai fájdalom, Mozgató rugójuk, tehát ez határozza meg úgy az életük nagy részét, és hogy hogy, hogy, hogy lehet azt, hogy mégis lásson, mégis. Most a te fájdalmad elég, a többiekért ne hozd ide. Majd ők is ide jönnek, amikor szeretnének. Amikor kérdésük van, akkor fölteszik. Igen, nem. azt mondtad, hogy nagyon fájjon. Tehát, hogy ha nem fáj eléggé, akkor nem addig, addig, addig senki nem Nem Annyira De... fog fájni, amennyire fog. Na, ha ez a kérdést előhozza belőle, akkor majd előjön. Ha nem, akkor majd vele él. Tudod miért? A fájdalom az hormont termel, még a lelki is. fájdalom fájdalomfüggők tudunk lenni, és szoktunk ilyen mazovista módon fürödni a különböző atropin, meg morfium, meg ilyesféle ugye, érzéstelenítő hormonokban, és valami elképesztően tudjuk szeretni a saját fájdalmainkat. Na ebből nagyon nehéz felébredni, ha csak nem akar az illető. Ne zavart. Tehát elég a sajátunk, foglalkozunk azzal, és amikor már úgy érezzük, hogy tudunk segíteni másoknak, akkor nyitottságuk függvényében tegyük ezt. Nekem egy kicsit könnyebb hangvételű kérdésem lenne. Új, Igazából új. azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a, az, árat, az állatok megvilágosodhatnak, vagy már megvilágosodtak? Kérdezd meg most, Itt van már egy pár év, hát a sikerült neki. Humanoidoknak biztos, hogy egy kicsikét tovább tart, különben már itt nem így néznénk ki. Jeromos, te! Hát az a macska, amit produkál, beszélgessél vele hát derül. Igen, illetve még ezzel kapcsolatban, hogy mi a, tehát a, ebben a világban mi az ő szerepük, mint az állatoknak? Hát ez már beszéd nélkül is menni fog. Beutallak egy olyan jó háromnapos macska figyelésre. És a szerepük olyan gyönyörűen ki fog világlani, tehát ők a nap 24 órájában és a hét hét napján macskák. Soha nincsen szereptévesztés. Tehát láttál olyan macskát, amik mondjuk kutyának hiszi magát? Nem. Ugye nem? de embertelen módon viselkedő ember sajnos van. Tehát nekünk ez nehezebb. Figyeld a macskát, megtanítja azt, hogy mi a macskaság, meg hogy mi a dolguk itt. Macska érti a dolgát, kutya is, a gyíkok is, a madarak is. Mi emberek nem értjük a dolgunkat ezen a földön, és ez a legnagyobb baj. Ezért tesszük tönkre. Egymást is, meg a bolygót is. Ha tudnánk, hogy mi a dolgunk, akkor tényleg azzal foglalkoznánk, és eközben tudnánk segíteni magunkon és ezen a bolygón is. Hogyha a macskaságból eleged van, akkor az emberséggel kéne majd utána foglalkozni. Köszönöm. Szívesen. Voltam három évek körülbelül egy ilyen vipasszanán, amit iszonyatosan nehezen éltem meg, mert én folyamatosan irigykedtem, haragudtam, iszonyatosan, tehát nagyon-nagyon rosszul voltam, ugye, a második nap után, jó, mondjuk itt is kettő el, de hogy. És, ö, és, és. És most semmi. É, wow. Még mindig semmi. Ez, és, ez, ez, ez valami. Mondhatom, hogy amúgy se, tehát, hogy így nem gyűjtök dolgokat, tehát semmit, még haragot se, meg, meg el is felejtem. Most már úgy direkt is hagyom. Tehát megtanultál fel, felejteni? Amúgy is tudt. De... Az egy nagy adomány. Nagyon te. nagy, igen, ezt akartam Mert az én nem igaz, mondani. hogy csak a szépre emlékezem, az igen, csak az operetben van úgy. Igen, de egyébként... Amivel azonosulsz, igen, arra mind emlékszel, akár pozitív, akár negatív az azonosulás. Na most ezek után mit szeretnék kérdezni? Hát az, hogy ez lehet -e az, hogy most feldolgoztam, és azért nem haragszom, vagy pedig még ugye nem tartunk a harmadik napnál, meg mi lenne, ha lenne még 4 öt, hat. Tehát majd szere terveim közszerepel, szerepel, hogy én Na ezt most, megnézem. ha Indexálod a hasznosságát ezeket a kérdéseknek, ugye, egy és öt között. Ezek mennyire hasznosak? Ezek a kérdések. Igen. Mennyire visznek például a megvilágosodás felé? Hát lehet, hogy ezért nem raktam fel az első mondandóm után. Én is gyanítom ám. Bizony. Hagyjuk, hogy hasznosabbá érjenek ezek a kérdések, ahogy a nagy-nagy szénmező nyomás alatt ilyen kis gyémántokat tud termelni. Évszázadok alatt. Hogyan építhetünk újra elveszett hitet? Engedélyel. És, Tehát és először ezt kiadja meg? Saját magad. Ugyanis magunktól vonjuk meg ezt a fajta engedélyt. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy nem hiszünk, akkor többet nem is fogunk. Ilyenkor egy teljesen új rendezési terv kell belül. Erről már beszéltünk. Tehát a lélek terület felhasználása az nem mindegy. Besorolom a szívem egyes részeit, hogy ki juthat oda be. És hogyha valakit egyszer kirúgtam, lehet, hogy többet nem engedem vissza új lakossági fórum kell. Az egy nagy tárgyalás. Tehát amikor a kapcsolatokat újra kell tárgyalni, az életcélok hitét újra kell értékelni, miben és kiben fogsz újra hinni, ez egy nagyon nagy belső folyamat. És itt eh, azt hiszem egy olyasféle hatóságra van belül szükség, amely a korábbinál egy kicsit engedékenyebb. Engedd meg magadnak, hogy újra tudj hinni. Lehet, én segítek három példány, és érkeztetjük, tehát a pillanatba érkeztetjük ezt a bizonyos példányt, és lepecsételed az akarat pecsétjével, hogy újra. És akkor lehet. Különben csak halmozódnak az elintézetlen karmikus akták a fájdalom asztalán. lehetséges -e az, hogy -e a ami ezt kérdést helyettesítsük? Nem semmivel nem kell helyettesíteni, minden más csak ront a helyzeten, tehát a mi eznél csak bonyolultabb lesz. A mi ez a sokkal jobb, mint az összes többi, amit erre ráép, a ki ez az nagyon rossz, vagy mi lesz, az még rosszabb, vagy miért, az pedig katasztrófa. Tehát nézd meg, hogy a tudat hogyan felel a saját kérdéseire. És néha olyan végtelen ciklusokba küldjük bele magunkat, teljesen feleslegesen, hogy hollywoodi rendező legyen a talpán, még olyat rendez, amit mi belül csinálunk, mert feltettél egy kérdést, és a tudat elkezdte, hihetetlen. Megfelelő kérdés, megfelelő válasz. A mi ez esetében minden, ami megjelenik, az tűnjön is el. Semmi gond. Amikor már a kérdés marad csak, és nincs megjelenés és eltűnés, akkor eltűnik a kérdésnek a szóbeli része is. És marad csak a kérdés szóbeliség nélkül. Ne akard jobban megérteni, mert nem fogod. Majd tapasztalod. Ez több év. Akkor ott ülsz egy olyan tudattal, ami 360 fokban nyitott, minden irányban, mindenféle verbalitás és szóbeliség diszkúzív gondolkodás nélkül, és ezt hívjuk olyan tudatnak, ami

szabály, hogy megpróbálunk segíteni abban, hogy a fogalmi réteg az eléggé egyértelmű legyen. Tehát, hogy ne a levegőbe beszéljünk, nyugaton, hogyha elkezdesz különböző vallási, meg spirituális iskolákat nézegetni, hagyományokat, akkor a léleknek, a szellemnek annyiféle meghatározása van, hogy az, mint égen a csillag. A kelet ebből a szempontból sokkal követhető, mert a tapasztalati alapú és nem gondolkodás alapú, tehát nem filozofikus, hanem azt mondom egy praxeológia, tehát a tapasztalat alapján gyűjtött tudás volt a rendszerépítés alapja. Így se semmi, amit komplexitásban összehoztak. Tehát egy kis nágácsunába belenézel, az azért állva hagyja Arisztotelészt meg az összes strukturalistát később, mindenkit. Tehát az a fajta filozófia, amit ő a saját praxisára épített, Nagarjuna gyakorló is volt, nem pedig csak filozófus. Tehát a Mahajának egyik legnagyobb figurája, 14. pátriárka Sákyamuni után elképesztő, hogy mit tudott, és hogy még pontosan mit ért el azon kívül, azt nem tudjuk, de nélküle Mahaján filozófia nem lenne. Tehát a középutat így beledöngölni ebbe a földiségbe, hogy ezt ő csinálta, senki, senki nem tudja. És a fogalmi bázis az hibátlan. Tehát olyan gyönyörű struktúrát épített, olyan, olyan, azt mondom, szépséges alapokat rakott le gondolatilag, mai napig egy, kicsit abból élünk. Minden, ami mahajána, nem csak zen, egyéb mahajána is. Úgyhogy ő nagyon nagy fogalmazó is volt, így egy kicsit idézőjelbe téve. Szükség van rá, de a zen ennek a meghaladását is jelenti, hogy gyakran éljek ezzel a lehetőséggel, és arról szól, hogy ugye ne támaszkodj az írásokra. Ha viszont támaszkodsz rá, akkor az írásokat úgy kell megfogalmazni, és úgy kell a tanokat lefektetni, hogy lehessen rájuk támaszkodni. Hogy legyen egy normális struktúra. Hogy az felfogható, egyszerű és világos legyen. Jó? A szenvedésről és a szenvedtetésről szeretnék kérdezni. Nekem nagy gondot okozott az, hogy hogyan oldjam meg azt, hogy ne szenvedtessek másokat. Jó kezdés, Általában mindenki a saját szenvedését, hogy én hogyan szabadulok meg a szenvedéstől, én hogyan szabadulok meg a szenvedéstől. Aztán kiderül, hogy ez az én a szenvedés oka, és jobb volt kezdeni, hogy hogyan nem szenvedtettünk másokat. Na, mire jutottál, mondjad? És egy tanításon keresztül, hogy Bódi Darma ült egy falat, fa és egy vadász lelőtt egy fácánt, és ezt láttam egy filmben, belepottyant a kezébe a fácán Bódi és kihúzta belőle a nyilat, és tett rá gyógyfüveket, és mondott neki valamit, hogy ez az előző életednek a következménye is, hogy menj és tanuld, vagy tanulmányozd az erényeket, és elengedte. És akkor oda ment hozzá a vadász, megkérdezte Bódi tőle, hogy hányat tudsz lelőni egy nyillal. És azt mondta, hogy hát egyet, de hogyha szerencsém van, akkor kettőt, és hogyha vemhes, akkor meg még nagyobb szerencsém van. És akkor Bódi mondta, hogy hagyd abba a vadászatot, és mondta, hogy mit érsz el vele, akkor mások lövik le. És azt mondta, hogy de ha én egyet meglövök, akkor több ezreket megszabadítok a szenvedéstől. És ekkor értettem meg, hogy nem mások szenvedését kell megsegítenem, hanem ha én megszüntetem magamban a szenvedést, akkor akkor másokat is megszűnök szenvedtetni, ezt jól értettem? Nem. Nem, ugyanis Bóti Darm egy kicsikét, mielőtt Satria volt, tehát ilyen kis vitéz, vitézik azt, ezért a vadásszal úgy bánt, mint egy harcos a másikkal. Tehát azt mondja, ha én ezt az egyet megölöm, ez a vadász, akkor több ezer fácán marad meg, több ezer állat fog megmenekülni a szenvedést. Tehát a vadásznak a saját fegyverét fordította ellene hogy tessék a filmet helyesen értelmezni, mert tényleg a másoknak okozott szenvedés, tehát a szenvedtetés megszüntetése az első, és akkor rájössz, hogy valójában mi szenved magadban, és akkor azt is meg tudod szüntetni. De ha csak magad szenvedésének a megszüntetésével foglalkozol, ezt nagyon gyorsan át lehet sajnos írni abba, hogy mások szenvedhetnek. Én majd nem. Az a legjobb, ha egyszerre szüntetjük meg mind a kettőt, de ezt nagyon kevesen tudjuk az egy nagyon-nagyon érett gyakorlat kell. Tehát a legelső, nézd meg a szabályokat, nézd meg a fogadalmakat, nézd meg azokat az eszközöket, melyekkel legalább kimutatjuk, hogy mit okozunk másoknak. És akkor látjuk azt, hogy hogyan nem szenvedtetjük a másik embert, vagy embercsoportot. Hogyan nem szenvedtetjük a világot, az érző lényeket és akkor már csak a miénk marad a sajátunk, és akkor azt is meg tudjuk szüntetni. A legnehezebben észrevehető dolog az, hogy mi magunkat hogyan szenvedtetjük. Hogyan lehet jól kezelni egy olyan dolgot, hogy ugye nap mint nap, ugye más az arcomba vágja a saját szenvedését, karmáját, önsajnálatát, nap mint nap szinte, és ugye Ugye kéretlenül, és ugye nem tudok helyes cselekedetet ö, létrehozni, mert ha nem csinálok, mert hogyha nem szólalok meg, nem válaszolok, akkor sértődés a vége. Ha megmondom, amit gondolok, sértődés a vége. Viszont pedig igaz, én nem szeretném adni alá a lovat, azzal, hogy mondjuk megütögetem a vállát, hogy na jó, hát persze, hát miért ne. És hogy mit lehet ezzel így kezdeni, hogy magamat se fárasztam, ki, mert ugye a hétvégére azért már eléggé lefáradok, mert ugye ez körkörösen ismétlődik egész héten. Nagyon fontos ennek a kérdésnek a feltétele az illető felé, aki rossz dolgokat vár el tőled. Miért rossz? Mert sértődik általa. Ha megadod, akkor azért, ha nem, akkor meg azért, ugye? Megkészült, hogy hogyan segíthetek neked, mit gondolsz? Mondja meg ő. És azt mondja, hogy Adjál fél liter pálinkát. Igen, de berúgsz, és utána talicskán kell hazatolni. Tehát azt hiszed, hogy ez segít, de valójában nem segít. És valójában az illúziókból kéne fölébreszteni az illetőt, mert azért sértődik, mert egy hamis önképet visz magával. A hamis önképpel való azonosulás így a sértődés alapja. Ezt az alapot kéne kivenni. És ez úgy megy, hogy láttatod azt, hogy amivel ő gondolja, hogy te neked ugye segítened kéne, az valójában nem az. Valójában nem segítenéd vele. És akkor el kéne beszélgetni, mielőtt megvonsz tőle valamit, vagy mielőtt adsz neki valamit, az előtt kéne tisztázni egy jó pár dolgot. És hogyha az okot és az okozatot elkezditek közösen látni, akkor van egy közös platform. Mert van már közös nézet. És akkor lehet őt úgy segíteni, hogy nem sértődik meg, és a segítség valódi, nem pedig valami látszat segítség. Oké? Okay? Köszönöm. Meditáció során mostanában nagyon gyakran feljön, szinte minden alkalommal, egy nagyon régi, húsz évvel ezelőtti kapcsolatomnak az emléke. Ez a 90-es évek második felében történt több éven át tartott, és állandóan vissza és vissza jönnek az akkori többségében nagyon rossz tapasztalatok. Noha, magának a kapcsolatnak is már vége van, több mint 15 éve. Az illetővel semmi kapcsolatom nincs azóta, azt sem tudom, hogy mi van vele, de ezek az emlékek vissza-vissza jönnek. Mi a csodát lehet tenni ezzel? Vissza kell térni a lélegzet nemes műveletéhez. A tantien boldogító finom érzetéhez, és engedni kell, hogy ezek az emlékek szépen elmenjenek. Nem teszünk hozzá semmit, nem veszünk el belőle semmit, és nem próbáljuk meg a saját hibánkat javítani a múltban. Tehát ez a hiba kereső üzemmód, ez halálos. És elveszel a múltban, és ez a legnagyobb hiba. Csak akkor, hogyha a múltból kivonod az energiádat, nem keresel ott már semmit, se a hibát, se a megoldást, visszatérsz ide a jelenbe, és akkor megoldottad. Miért? Ami a múltból valódi megoldatlanság, például a kapcsolati karmának a rendezetlensége, egy másik alakban meg tud jelenni. Az jelen való. Azt magaddal hoztad az izsákodban, akarva-akaratlanul. Hát a jelent old meg, ezt a pillanatot old meg, és ezzel megoldod a múltat is, és a jövőt is. Mert a jövő még nem jött el, a múlt pedig már elmúlt. Ami viszont a múltból ide jutott ebbe a pillanatba, az valójában nem múlt el. De ez nem a múltnak a képe. Ez egy jelenvaló, élő, azt mondom, kapcsolati probléma. Egy jelenvaló, a mostani életedben jelentkező feladat, és a többi. És amit most megoldasz, amivel most dülőre jutsz, az megváltoztatja a jövődet is. Ezért kell ebben a pillanatban foglalkozni minden karmával, mert a múltat már nem tudod megváltoztatni, a jövőt pedig valójában nem tudod befolyásolni. Csak ezt a pillanatot tudod uralni, ha uralkodunk magunkon is. Lásd, ízbik a történet. Jó? Hogyan lehet visszakapni az elveszített bizalmat? Meg kell szolgálni. Ilyenkor nagyon nehéz visszakapni az elveszített bizalmat, és rá kell jönnöd, hogy 100%-ig nem lehet. 99-ig igen, ha nagyon sokat dolgozol érte, de úgy, mint ahogy az először volt a legelső, még felhőtlen időszakban, az nem lesz többet. És ha ezzel megküzdesz magadban, akkor nem fogsz hiába való harcot folytatni. Tehát meg lehet szolgálni, elképesztően önzetlenül és éntelenül kell újra közelíteni, azzal a nyitottsággal, hogy felvállalod annak a veszélyt, hogy totálisan félreértik, és hogy ítéletet mondanak fölötted. Úgyhogy nézd meg, hogy valójában mennyire része az utadnak az, hogy valakinek vagy valakiknek a bizalmát újra elért. Egy biztos. Ha tovább viszed a problémát egy új kapcsolatba, vagy egy új helyzetbe, akkor ugyanolyan bizalomvesztés fog fennállni egy idő után. Mentsük meg magunkat a felesleges kanosszajárástól, de ne is legyünk álnaivak gondolván, hogy ha magunk mögött hagyjuk, akkor az a következőkben nem fog előfordulni, mert mi aztán megváltoztunk. Ha nem változunk meg belől, akkor a, ugyanazt a problémát elkövetjük kívül. A bizalomvesztés az természetesen fájdalmas, de minden ember életének a része ezen a Földön. Tehát nincs olyan ember, akinek követett volna hibát, nincs olyan ember, aki mások elvárásait ki tudta volna elégíteni, nincs olyan ember, akinek önképvesztessége ne lenne ebben a testben, ezzel a lélekkel. 25 év vadászat után, 2010-ben hagytam a vadászatot, mert úgy gondoltam, hogy Kuanszámból Mi történt? Az az együttérzés bolti szatvája. Most hirtelen együttérzésemet fejeztem ki azokkal a vadakkal 25 év alatt. De szóval, hogy, tehát, hogy, azok is érző lények, és hát ez Voltak. Nem való, de valahogy ez... Mielőtt pörkölt vagy nyúzott prém nem lettek. Igen. És hát tettem fogadalmat is, megerősítvén a Időnként felfeltörő valamit bennem, hogy mi lenne, ha mégis <laughs> visszagérném az engedélyt, és csak úgy szétnézni az erdőbe időnként. Hogy ez, ez, ez mit akarhat, vagy. Lelőlek, mint a vadat. Na ezt akarja csak visszafelé. Megint, megint kell a, az a fajta kielégülés, ami a vadászatból származik, az, hogy te lőtted le a vadat, és nem a vad evet meg téged. Nagyon régi túlélő ösztön van ebben, hihetetlen mélyen kódolva. Ugyanolyan mélyen, mint egy nagyon szeretünk tábortüzet nézni. Tudod, hány száz életen keresztül csináltuk? Hú, Hú, Tehát a vadászat ugyanez. Aki még nem haladta meg, az próbálja meg meghaladni, mert a legújabb kutatások szerint nem vadászatból kellene élnünk, hanem valami egyéb kicsit békésebb és kevésbé szenvedést okozó termelésbe, És az a jó hír, hogy lehet. Tehát azért nagyon sokat változott ilyen szinten az emberi civilizáció. Nem kell a létfentartásért ölni. És az, hogy a habitus visszajön, az nem jó és nem rossz, de nézd meg az eredményt. Nem kell engedély, csak nézzét fegyvertelenül az erdőben. változtassa a nézőponton. Fegyvertelenül az erdőben este, éjszaka, úgyhogy jönnek a vaddisznók. az kigyógyít minden nosztalgiából, azt hiszem. Nagyon örülök, hogy együtt gyakorlunk, és levadásszuk a saját karmánkat, elisejtjük, megfőzzük, és az együttérzés kondérjában felszolgáljuk. Hogy remélem, hogy továbbra is együtt tudunk meditálni, elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.